Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szalonzene múltja és jelene tükör című hangversenyünkön. Ezt a programot, amelyik egyébként nagyon leleményes koncepcióra épül, kicsit üldözte a sors, mert már szeptemberben szerettük volna megrendezni, de akkor egy megbetegedés miatt ugye mára kellett halasztani. A megbetegedés ma sem kímélte ezt a hangversenyt, de azért szerencsére, tudnék Agárdi Eszter a csellista megbetegedett, de szerencsére Kérges Barnabás beugrásával kb. 60%-ban azt a műsort fogják hallani, mint az eredeti. Tehát a Szalonzene múltja és jelene koncepció az nem vészel teljesen. Az eredeti elképzelés szerint Ravel, Schumann, Schubert, megint Schumann és Ravel műveiben egy szép ötrészes forma, egy szóló zongoramű, egy hegedű zongoramű, egy zongorás trió, egy cselló zongoramű és megint egy szóló mű állt volna. Itt a cselló része kimaradt, tehát ami el tud hangozni az a zongora szól, illetve a zongora hegedű duó. De kárpótoljuk Önöket a kiesett művekért, ezért a műsor, amelyet egyébként a kezükbe tarthatnak, a következőképpen alakul. Franz Schubert nyitány olasz stílusban, ez egy négykezes produkció, Andor Krisztián és Kérges Barnabás fog játszani. Utána következik mindaz, ami megmaradt a Szalonzene múltja félidőből, Ravel nemes és érzelmes keringőkből az első tétel, Robert Schumann Opus 94-es románcaiból a harmadik tétel, majd megint egy Ravel nemes és érzelmes keringő a hetedik tétel. Qualche parola la famiglia italiana. La violinista si è immalata e per questo c'è un poco cambio nella program. Primo Franz Schubert Overtura italiana, poi Ravel Vals Nobile Sentimental, poi Schumann Romance and un altro Ravel Vals Nobile and Sentimental. És nagyon jó szórakozást kívánok a ma estéhez.
Folytatjuk műsorunkat. A második félidőben egy olyan műsorszám szerepel, amik nem szerepelt a terveinkben. Zámbó Jonatán, kortárs magyar fiatal zeneszerző emlékezetes Keringők című kompozíciója. Utána hangzik el Szécsi Lőrincnek az a ciklusa, amelyik reflektál Ravel, illetve Schumann műveire, a Vals Chromatic, Romance és Vals Arpège a címe ennek a három tételnek, majd a műsort egy szóló zongoradarab Szécsi Lőrinc R. Quasi Nocturne című kompozíciója játsza. Primo ascoltiamo un pezzo, un giovane compositore contemporaneo, Zámbó Jonatán, Valzer memorabile, e poi tre pezzi di Lőrinc Szécsi, un petit concert de salon, la giovane compositore ungherese riflette, risponde ai pezzi di altri di vecchi maestri, poi Lőrinc Szécsi R quasi notturne. Thank you.